A csillagtudatosságról tartott előadást Éva Ajala Intuitív Energia Gyógyító, a Spirituális Kör Ezoterikus Előadás sorozat 53. programján a Városi Könyvtárban. Az előadáson elhangzott, hogy a fény nyelve a finomabb világokból érkező kommunikációs forma. Amikor tiszta és kifinomult, akkor a szeretet egy nagyon magas frekvenciáját áramoltatja az ember energia mezejébe. A fény nyelve megjeleníthető írott, jelelt, verbális és hangi éneklő formában. Az előadó hangsúlyozta, hogy az emberek tudatosságát szeretnék az új felé nyitni ezzel az előadással. Én nagyon pozitív vagyok, és azt gondolom, és azt szeretném hinni, hogy elég tudatosak vagyunk. Szeretném ezt hinni. Hozzám elég sokan jönnek, ez is most a reklám helye, joga stúdión van Hévízen, és akár jogával is, és járnak hozzám egyéb kezelésekre is. Tehát én azt látom, hogy ezeknek az embereknek a száma nő, és hát szeretnénk, hogy a jövőben még több tudatos ember nyíljon önmagunkért is, embertársainkért is, és hát igazándiból a Föld bolygó, ami itt ugye nagyon-nagyon fontos, hogy a felemelkedés-emelkedésben részt tudjunk venni mindannyian. Az energiagyógyító az előadáson más nyelvekről is beszélt, amelyek galaktikus fénylényektől érkeznek. Ezek a nyelvek az ember egészséges ütemű evolúcióját, felemelkedését segítik.